Sziasztok! A kreatív tanítás mai részében szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan lehetséges a Google Slides-ban, vagy magyarul a Google Diákban hozzáadni hangot a diákhoz, méghozzá úgy, hogy ezek automatikusan játszódjanak le. A másik nagy kérdés az, hogy hogyan lehet szabadulószobát létrehozni. Mind a kettőben szeretnék a segítségetekre lenni. Engem Szilvinek hívnak, és gyógypedagógus vagyok, és rendkívül hálás, mivel már 500-an követtek, és 500-an tanuljátok, hogy hogyan lehet kreatív módszereket használni az oktatás során, nem csak a digitális oktatás során, hanem egyébként is. Úgyhogy köszönöm, nagyon-nagyon örülök neki. Na de, nézzük is meg, hogy hogyan működik ez az egész. Itt. Tehát, ugye amit most itt láttok az oldalamon, ugye egy könyvtár, ezt együtt közösen hoztuk tulajdonképpen létre valamelyik videóba. Ezt fogom most használni ehhez, hogy megmutassam, hogyan lehet a hangot hozzáadni. Én egy Screencastify nevezetű ilyen bővítményt használok a Chrome-hoz. Beírjátok screencastify.com, és azt látjátok, hogy nekem ez már installálva van, viszont nektek még ugyan nincs. Ez egy ingyenes alkalmazás, ezt nagyon fontos kiemelnem. 5 percet tudsz vele rögzíteni ingyenesen, de most a koronavírusra való tekintettel bármennyit lehet vele rögzíteni. Tehát, hogy nem az van, hogy 5 percet rögzítesz, és utána megáll, 5 perc és megáll, hanem most bármennyit. Azt hiszem, hogy május végéig lehet ezt a kódot használni, ezt be fogom ide rakni, jó? És hogyha azt beírjátok, akkor május végéig korlátlanul használhatjátok. Ez nem csak hangot rögzít, hanem videót is készít, és amit nagyon szeretek benne, hogy egyszerre készít videót akár rólad, és akár a képernyőről. De nem kötelező, tehát kikapcsolhatod azt a részt, hogy te is benne legyél. Nagyon jó alkalmazás szerintem, és tényleg ingyenes, hogyha beléptetek, akkor a drive-otokkal kell szinkronizálni. Ez miért jó nektek? Ez azért rendkívül jó, mert tulajdonképpen innentől kezdve bármilyen videót készítesz vele, az automatikusan lementődik így a drive-odba. Nem biztos, hogy olyan formátumban, ami neked egyébként a legpraktikusabb, de le lehet menteni más formátumokba. Na tehát. Tehát kattintsatok akkor arra, hogy telepítés. Szerintem ez itt lesz a jobb felső sarokban, mert nekem most ide az van írva, hogy nekem már ez installálva van. Visszalépek ide a termembe. Első lépés az akkor, hogy megkeressük itt ezek között a felső ikonok között. Látjátok, nekem már itt rengeteg ikon van. Megkeressük ezt a kis nyilacskát, mondjuk nyilacskának. Azt látjátok, hogy egyből be is hozza nekem. Ennyi, itt így végigmegy. De nekünk nem a videó a lényeg. Hanem egy, ezt most el fogom nevezni, az lesz a neve, hogy Nyuszika Tip. Jó? Ez a neve, Nyuszika Tip. És hogy egészen biztos csak hangot rögzítsen, ezért rámegyünk erre itt, a download alatt van egy, kettő, a harmadik ikon, ez a kis, mi ez, mikrofon? Nem mikrofon ez. Mindegy, erre itt rámegyünk, és export audio only. És akkor mi most ezt exportáljuk. Látjátok, hogy itt végigpörget, és ki is írja, hogy MP3-ba lesz. Na, megvan. Ez nekünk rögtön bekerül, látjátok? Bementem a drive-omra, és egyből itt van Nyuszika Tip. Na, ezt fogjuk használni. Ugye, ide akarjuk beilleszteni valahova a szokásos módon insert, audio, és a My Drive-ot fel is dobja rögtön elsőre, és csak rá kell menni, hogy... Szóval csak rá kell menni ide, rögtön előre, hogy Nyuszika Tip, select. És látjátok, megjelent itt egy ilyen kis ikonba, amit le lehet játszani. Most direkt felnagyítom. Most rá is kattintok. Sziasztok! Keressetek valamit? Jó, nem hallgatjuk végig, de tudjuk, ott van. Ígyni. Ez már egyébként a szabadulószoba előkészítése. Na tehát, itt van nekünk ez az ikon. Teljesen rosszul néz ki, úgyhogy le fogjuk cserélni. Jobb klikkel rámentem, és van egy ilyen, hogy Replace Image. Hoppá, látjátok?
itt van Replace Image, és akkor mondjuk rámegyek erre, hogy Search the Web. És azt mondom, hogy legyen ez, mivel ez egy könyvtár, ezért beillesztek egy könyvet. Kiválasztom a könyvemet, és rámegyek, hogy Replace. És azt látjátok, hogy hopp, átalakult. Sziasztok! Látod, ugyanúgy ugyanazt fogja csinálni, csak most már könyvnek néz ki. De ezzel nem kell csinálni semmit a gyerekeknek, mert most ugye rámentem, és itt oldalt látjátok a beállításait ennek a hangnak. És van egy ilyen, hogy automatikus lejátszás. Na, erre kell mennünk. Ígyni. Nagyon szuper, figyeljetek. Rámegyek a prezentáló módra, és megnyomom a lejátszást. Sziasztok! Keressetek valami olyat, látjátok? Ami a húsvétre utalhat, és kattintsatok. Mennyire jó. Egyből lejátsza, és nem tűnik fel nekik. Nem látják, hogy hol van, honnan jön belőle a hang. Nagyon szuper. Na, tehát tulajdonképpen hangot azt így tudtok hozzáadni. És hogyha ezt lementitek, ilyen prezentáló módba javaslom, hogy küldjétek el. Ugye azt már megmutattam az előző videómba, hogyha itt belekattintotok ilyenkor ebbe a felső sorba, végére mentek, kikeresitek, hogy Edit, ezt átírjátok arra, hogy Present, és azt külditek el a gyerekeknek, akkor egyből ilyen nagyba fog bejönni. Jó. Második lépés. Hogy csinálunk szabadulószobát? Szabadulószobát hasonlóan csinálunk, mint ahogy eddig linkelgettünk bármit. Az a lényeg, hogy elkészítsd a különböző szobákat, lehetőleg egyesével mentsd le őket. Jó? Mindegyiket egyesével lemented. És ugye tudjuk, hogy most ennél a diánál ide fognak kattintani a gyerekek. Na, én már ezt itt hozzá is linkeltem. Megmutatom. Látjátok? Itt lent. De most leveszem a linket, csak azért, hogy hozzá tudjam adni. Szeretném, hogyha arra rákattintanak a gyerekek, akkor eljussanak ebbe az edzőterembe. Ehhez kijelölöm itt ezt a felső részt. És ugye azt mondtam, hogy mindig azt szeretném, hogy ilyen prezentáló módban legyenek a kattintások, kitörlöm, és beírom, hogy present. Ctrl-C, visszajöttem ide, és egyszerűen hozzáadom a linket, apply, és már kész is. Na nézzük, mi történik akkor, hogyha most rámegyek erre a presentre. Nézzük meg, hogy úgy működik-e, ahogy szeretnénk. Sziasztok! Keressetek valami olyat, ami a húsvétre utalhat, és kattintsatok rá. Jó, kattintsunk rá. Rákattintottam, és ezt nézzétek, egyből be is jött ez. Na, itt pontosan ugyanúgy kell eljárnunk, ahogy az előbb csináltuk. Szóval ebben a szobában, amiben ugye átjutottunk, meg fogom nektek mutatni, hogy akkor most még hogyan adjuk hozzá azt a hangot, amit az előbb rögzítettünk. Tehát rámegyünk az insertre, rámegyünk az audióra, itt van a súlyzó, kiválasztjuk. Ugye megint bejött egy ilyen kis mikrofon, vagy hangszóróként. Ezt a hangszórót le fogjuk cserélni. Szeretném ezt is ilyen motivációs poszterrel lecserélni, úgyhogy bejövök ide, már előtte behoztam ezeket, beírtam, hogy Gym Motivation, nagyon kreatívan. Ez a kép, ez mondjuk tetszik nekem. Tudjátok, mint legyen inkább ez? Kép mentése másként, és súlyzó 3, ezt fogom beírni, súlyzó 3. Nagyon jó. Letöltöttem a gépre. Rámegyek erre, jobb klik, Replace Image, és most az előzőtől eltérően, amikor Search the Web volt, most erre fogunk rámenni, hogy Upload from Computer. Rámegyünk erre, és mit is írtam be? Azt, hogy súlyzó 3. Megnyitom, és látjátok, át is változott. Kész, boom, pont jó. És ne felejtsétek el mindig átállítani automatikus lejátszásra, így nem kell klikkelgetni, hanem rögtön magától menni fog. Utána kiválasztjátok, hogy
mi volt ugye a megfejtés, melyik tárgy, és ahhoz hozzá rendelitek a következő szobát. Nekem most itt hozzá van rendelve egy szoba már. De ezt most leveszem, és akkor megmutatom még egyszer. Itt ugye az editet presentre át kell írni, azt már említettem az előbb. Átmentek ide. Ezzel a kis láncocskával szeretem én hozzáadni. Hozzáadjátok. És kész. Ennyi. Megtanultunk hangot hozzáadni, és megtanultunk szabaduló szobát csinálni. Nagyon klassz. Tehát, hogyha elkészültünk már az összes szobánkkal mindennel, amit hozzá szerettünk volna adni, akkor érdemes azért letesztelni. Nagyon figyeljetek tényleg a linkeknél, hogy úgy adjátok hozzá, hogy a present legyen, tehát hogy úgy jelenjen meg. Jó? Tehát, hogy ez egy fontos dolog. Jó. Tehát, na, behozom előről, bocsi. Újra bejön, és akkor el fogom indítani prezentáló módba. Én, mert ugye alapból már úgy küldöm ki a gyerekeknek. Szóval rámentem, hogy present. Nem túl gyors. Így is lesz. Látjátok, egyből nagyba fog bejönni a következő. Bejött nagyba. Keresétek meg ebben a szobában, mi lehet a legnehezebb. Oké, meg is van. Kattintok. És eljutok a harmadik szobámba. Vagy negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik, vagy ugye a hanyadik. Most már nektek jön. Valójában a szabaduló szobák azok nagyjából így épülnek fel. Nem feltétlen kell hozzá hangot adni, de ugye most éppen ezt gyakoroltuk, úgyhogy én ezért adtam. Meg amúgy szerintem elég jó, hogyha van hozzá egy ilyen hangos utasítás is. Amit még fontosnak tartok, hogy használjátok tényleg a képzelő erőtöket, amennyire csak lehetséges, mert nagyon sokféle szabaduló szobát lehet játszani. Lehet, hogy feladványoknak a válaszára kattintanak, lehet, hogy valami különleges dolgot kell megkeresni, nagyon sokféleképpen lehet ezt játszani. Úgyhogy, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel, lájkolj, kommentelj! Ez a három fontos dolog van. Remélem, hogy sikerült ma is mutatnom valami újdonságot, és várlak titeket a következő videómmal. Sziasztok!